Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kicsik, nagyok, fiúk, lányok, milyen jó, hogy ismét találkozhatunk, és hogy Isten igéjével foglalkozhatunk. Képzeljétek el most magatokat, hogy ott vagyunk valahol Izrael földjén, és Izrael földjén van egy nagy folyó, a Jordán folyó, és most ott leszünk a Jordán folyó környékén, és látjátok mögöttem ezt a folyót? Ez pontosan a Jordán folyó fényképe. Nos, hát ott fogunk lenni, a Jordán partjánál, és ott fog valami történni. Összefoglalom nektek ezt a kis történetet. Jézus megtett egy kis útat a Galilei területéről, és megérkezett a Jordán partjára. Megjelent, nagy méltósággal jött az Úr, mert az Úr az egy csodálatos lény volt, amint olvastuk is, hogy Isten azt mondta, hogy ez az én fiam, ez a Jézus, ez az én fiam. Hallottatok ti már Jézusról? Mit gondoltok? Kicsoda ez a Jézus? Egy jó ember? Egy igazságos ember? Egy jó szívű ember? Egy olyan ember, aki a gyerekeket szerette? Vagy valaki más volt? Egy próféta volt, ugye? Vagy még annál is több volt? Ki lehetett ez a Jézus? A Biblia azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát bizony, nem minden szülő gyönyörködik a gyerekébe, mert hát sokszor a gyerekek nagyon undokok tudnak lenni, nem tudom, te hogy vagy. Én is undok is voltam otthon, és sok szomorúságot okoztam. De hát itt erről a fiúról, akiről olvastam, hogy ez, erről Isten azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus személye csodálatos volt, a neve azt jelentette magyarul, hogy szabadító. Szabadító, tehát hogy ő majd az embereket meg fogja szabadítani a rosszaságból, a durcásságból, a csúnya beszédtől, a hazugságtól, a bűntől, és a különböző bűnökből, amit gondolom, hogy ti is ismertek, hogy vannak bizony bűnök, kis füllentés, nagy hazugság, kis verekedés, nagy pofoszkodás, és a többi. És Jézus Krisztus azt akarta, hogy mi ne ilyenek legyünk, hanem azt akarta, hogy fehér szívünk legyen. Mert aki így viselkedik, bizony kormos a szíve, kormos, fekete. És ez a Jézus, Isten fia, aki megszületett, több mint 2000 évvel ezelőtt, Betlehemben, egy kis istálóban, és ezt a nevet kapta, hogy Jézus, Jézus, ő a szabadító, és hogy majd ő nem is egy egyszerű kis királyfi lesz, nem, több lesz annál, ő lesz a királyoknak királya, mert a királyoknak is van királya. És ő lesz az urak ura, mert az uraknak is van ura, ő mindenek fölött való. Jézus megérkezett, nagyon szelíden,
szerény ruhában, alázatosan, és keresett valakit. Mit gondoltok, kit keresett? Hát ő, Jézus Krisztus, Jánost kereste. János távolról rokona volt, mert az édesanyját, akit Máriának hívtak, Erzsébetnek a rokonságába tartozott, a Zakariás pap fia volt, tudjátok, ez a János, akiből próféta lett, aki belelátott az emberek szívébe, hogy ki hogy él, ki hogy gondolkodik, és tudott isteni üzeneteket átadni az embereknek. Néha szigorú volt, egyszer oda ment a királyhoz, Heródes királyhoz, és azt mondta neki, ide figyelj, Heródes király, ahogy te élsz, hát az Istennek nem tetszik. Te egy nagyon csúnya életet élsz. A király meg is sértődött. Megsértődött, mert azt mondta neki, János, a proféta, hogy neked nem szabad így élni, ilyen csúnyán, ilyen rondán, ilyen hazug módon. És a király megharagudott. Bizony, megharagudott, és börtönbe zárta végül Jánost. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Jézus megjelent a Jordán partján, és kereste Jánost. Hát János is ott volt a Jordán partján. Jánost nem csak Jézus kereste föl, hanem nagyon sok ember. Okos emberek, egyszerű emberek, katonák, gazdagok, szegények, nagyfiúk, kisfiúk, hát sokféle ember felkereste őt, és az emberek azért keresték fel őt, mert János azt mondta, hogy mindenkinek meg kell, hogy tisztuljon a szíve itt belül. Tudod, így az állunktól lefelé, hát mondjuk olyan bő 10 centivel lejjebb van a szív, és ennek a szívnek meg kell tisztulni, és ami rossz van benne, azt onnan ki kell lapátolni, kilapátolni. A rossz dolgokat, a rossz, ami rossz, az a csúnya beszéd, meg az a viselkedés, meg az a hanyagság, meg hogy nem csinálom meg a házi feladatot. Mindig bújom, hogy is mondjátok ti ezt a telót. Mindig bújod, és ó, mindenfélét nézel. Szóval János azt akarta, ez volt az ő életének a célja, hogy elmondja az embereknek, hogy meg kell tisztulni a szívünknek. Meg kell tisztulni a szívünknek. Miért? Azért, hogy szeretni tudjunk. Miért kell megtisztulni a szívünknek? Azért, hogy jók tudjunk lenni. Miért kell megtisztulni a szívünknek? Azért, hogy hinni tudjunk Istenben. Az emberek bűnösök voltak, tetőtől talpig, a cipő talpától egész a fejük búbjáig bűnösök voltak. A szívük, minden porcikájuk bűnös volt. Rosszak voltak. És keresztelő János szavára hallgattak. Na hát, Jézus is megjelent a Jordán partján, és azt mondta Jézus keresztelő Jánosnak, hogy engem is meríts alá a Jordán vizének, a víz alá. Engem is meríts alá. És János azt mondta, Uram Isten, hát Jézus,
te jó vagy. Jézus, te tiszta vagy. Te tökéletesen szeretsz. Nem lehet, nem lehet. Inkább, Uram Jézus, te meríts engem alá a Jordán vizének. És te mondd ki azt, hogy megbocsátattak a bűneid, János. Te mondd ki, Uram, én nem vagyok méltó, hogy téged bemerítselek. Te nem vagy bűnös, te tiszta vagy, hát miért jössz ide? És akkor a Jézus világossá tette a számára, és a János is megértette, hogy a Jézus azért kéri, hogy merítse alá őt a víznek, mert ez valamit jelképez. Azt, hogy akit alámerít a víznek, hogy az a halált jelenti. Hogy aki alá lesz merítve a víznek, az meghalt. Meghalt. És akit János felhoz a víz alól, az feltámadt. Az feltámadt. Meghaltam a rossznak, és az Úr feltámasztott engem egy tiszta szívű életre, hogy én másképpen éljek, és hogy ez egy csodálatos dolog, hogy érdekes kifejezések azok, hogy akkor szabadulsz meg a rossztól, ha meghalsz. Azaz, hogy azt mondod, hogy te hiszel Jézus Krisztusban, és kéred, hogy ő bocsássa meg a bűneidet, hogy kész vagy meghalni a régi életnek, és hogy feltámad téged, és hogy te egy új ember leszel, egy új fiú leszel, egy új lány leszel, akinek tisztán dobog a szíve, akinek szívében ott van Isten szeretete, ereje. És más az arca, tud mosolyogni, és nem gúnyolódik, és nem beszél rondán. És mi történt ekkor? János alámerítette Jézust, ezzel kifejezte, hogy őt megölik, és meghal a Golgotán, emberi kezek megragadják őt, megölik. De az emberi kezek nem akadályozták meg abban, hogy feltámadjon, és a Krisztus feltámadott, és győzött a bűn fölött. Csodálatos dolog volt ez. János felhozta őt a vízből jelképesen, hogy az Úr feltámadt. Jézust az atya, a mennyei atya hozta ki a sírból, feltámasztotta őt. És amikor az Úr kijött a vízből, akkor ott állt a parton, és a menny megnyílt, a menny, és egy szózat hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és mint egy galamb formájában leszállt Isten lelke Jézusra, és jelezte azt, hogy ez az ő fia, akiben a Szentlélek lakozik, aki Úr, uraknak ura, királyok királya. És mi ebben a Krisztusban hiszünk, aki Úr, és aki szeret minket.